Várj, csak itt mosolygok. Jaj. Na sziasztok, mielőtt elkezdődne ez a videó, de azt nem mosolyog. Folytan el kell röhögnöm magam. Jó, teljes komolyság. Na sziasztok, mielőtt elkezdődne ez a videó, azt ezt szeretném mondani, hogy ha Instán meg leszünk 40 ezeren, akkor lesz egy hét, amikor 5 napig 5 videó lesz egymás után. Úgyhogy ha ezt szeretnétek, akkor, és még nem követtek Instán, akkor kövessetek be. Kezdődik a videó, sziasztok! Na hát, sziasztok! Itt vagyok Dórinál Rómában. Gondoltuk, hogy felveszünk nektek egy ilyen... nektek. Szóval felveszünk egy mukbang videót, és közben válaszolunk az általatok feltett kérdésekre. Igazából ez csak egy ilyen szabad szellemű beszélgetős videó lesz. A minőséget azért nem tudom garantálni ma, nem mint hogyha eddig annyira high quality minőségű videókat tettem volna fel, de ez egy új kamera, és nem annyira értek a beállításokhoz, úgyhogy amit most látok, azt tudtam belőle kihozni. Illetve a fényviszonyaink sem a legkedvezőbbek, de mi itt vagyunk, igen, szeretettel, tisztelettel. A kérdéseitekre fogunk válaszolni, és közben eszegetni. Mégpedig pokébolt, igazi olaszosan, tehát itt Rómában mi más, mint egy olasz pokéból. Az első ilyen főétkezés Olaszországban. Igen, egyikünk sem akart nagyon most olasz kaját enni, úgyhogy... úgyhogy pokéból teszünk. Az enyémben van uborka, cukkini, csirke, és ez pedig ilyen krumpli, ami ilyen ropogós, és barna rizs alap, és van rajta csípős majonéz. Az enyém is barna rizs alapú, van rajta rák, lazac, edamamiba, vakame, avokádó és lilakáposzta, és egy ilyen csípős majonézes szósz van rajta. Te is a csípős majonézes szósz? Igen. Tettem. Vagyis te is. Mert én kértem előbb. Ja, jó, csak hogy én nem hallottam, hogy te azt kérdem. Jaj, nekem nincs evőeszközöm. Jaj, sorry! Nézd, ott a legszélén az a fiók. A legfőső. Ó, nagyon, ez most nagyon tetszik nekem. Nagyon jó. Hú, de jó a csípős majonéz. Ja, meg az enyémben van humusz is, azt elfelejtettem mondani. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy most milyen a pokébolos humusz. Köszönöm. Jó. Szerintem is finom. Meg nekem, ez lehet, hogy egy too much information, de nekem 2 napja fáj a hasam. Úgyhogy mindenképp valami kevésbé fűszeres cuccot szerettem volna. Jó, mondjuk csítós majonéz kértem, de nehogy valami ilyen kis csirkés dolgot, szóval nem valami pizzát vagy olajos tésztát, vagy ilyenek. Úgyhogy ma ez egy ilyen egészségesebb nap. Úgyhogy nagyon sokan kérdezik, hogy hogy ismerkedtünk meg, hogy mióta vagyunk jóban, meg ilyenek. De erről soha nem meséltünk? Szerintem nem. Erről a te sztorid érdekel a legjobban, mert érdekel, hogy emlékszel-e. Pontosan, hogy ismerkedtünk meg. Amikor találkoztunk először? Aha. Hát azt tudom, amikor... Na jó, de várjál, mondjam a backstory-t? Mondhatsz bármit. Az a lényeg, hogy... Jó, hogy én azt már... Egyáltalán nem emléksz. Én azt már tudtam, hogy én neked így szimpatikus vagyok, meg stb. Uh-huh. stb. És te is szimpatikus voltál nekem, és akkor, amikor kerestünk vendégeket a garázsmenetbe, akkor amiatt így nekem evidensen jött, hogy meghívlak téged, mert akkor még így viszonylag friss volt a YouTube csatornád, és akkor így erről lehetett beszélgetni, meg alapból is kíváncsi voltam rád. És akkor ott találkoztunk tulajdonképpen először, igen, hogy eljöttél hozzánk a garázsmenetbe, és utána még ott maradtunk, vagy fél óráig így beszélgetni, stb. Az nagyon jó volt, meg nagyon jó volt, hogy már akkor így kiérződött, hogy így az energiáink így matchingelnek egymással, és már ott tök jó dolgokról beszélgettünk. Hát meg már az interjúban is annyi olyan dolgot mondtál, amivel én nagyon tudtam azonosulni, stb. És akkor utána meg nem sokkal később, meg már egy ilyen buliban találkoztunk, és akkor tulajdonképpen onnantól kezdve elkezdtünk kettesben találkozgatni. Igen. Neked nincs ilyen... hozzáfűzni való? Igen. A Dóri egyszer fejbe rúgott, amikor az első közös kettes találkozónkon. Az hogy is volt pontosan, vagy miért történt? Ja, tudom. Fejbe rúgni. Hogy úgy csináltunk képet, hogy leraktuk így a telót. Én így állítani akartam, a Dóri meg így a törökülésbe ültünk a földön. És én így állítani akartam a telót, és a Dóri pont ahogy én így a fejemmel oda akartam nézni, a Dóri pont a lábát emelte, és így konkrétan így fejbe rúgott. Annyira kellemetlen. De azért volt kellemetlen, mert hogy ilyen rendesen fájt. Szóval hogy az volt, hogy tudod ilyen, úristen, értem, nem tudtam, hogy hol vagyok, hogy így mi történt. Úristen,
én ott meg akartam halni. Tehát először találkozol valakivel, kb. Így először így kettesben, és ez az utolsó dolog, ami eszedbe jut, hogy történni fog, hogy véletlen fejbe rúgod. Hogy a fejberugás szóban van egy ilyen, nagyon ilyen agresszív. Meg az a leglehetetlenebb, mert neked az a legtetején van, nekem a legalján. De utána jó volt, mert így rengetegszer felhoztad azon a tanin így viccelődve. Szóval így sokkal jobb, mint utána erről többet nem beszéltünk volna. Az egyben volt nagyon vicces és nagyon-nagyon kellemetlen. Mert így... Azért kell megmondani, hogy annyira még nem vagyunk jó, hogy így most ezen így... Te sem tudtad, hogy neves rajta vagy most, hogy Isten! Meg én nem is tudtam, hogy neked ez nagyon fájt, mert akkor azt így nem mutattad ki. Persze, nem akartam így ízni, hogy úristen, inkább így felrepett a szám. Mind ne haragudj, de most hazamegyek. Mi gyerek felsítasz? Jó. Úristen! Akkor szerint soha többet nem találkozhatunk volna. Én azt nem bírtam volna. Az ego, vagy így a lelki ismeretem nem bírt volna veled újra találkozni ezek után. És ez volt? Egy éve. Kb. Amúgy, mert márciusban egy volt éve. A fejbergós találkozós incidens. Olyan, mint a garázsvilágban 10 éve lettem volna. Kb. Igen. Úgy érzem magam. Úristen, van olyan csípős szószod? Sziracsa? Aha, kérsz? Aha. Kevés külszeres. Tényleg. Majd odafigyelek, hogy ne fájjon a hasam. De sziracsa, ez nem fűszeres. Lehet én is rakok bele van. Ez jó ötlet. Csak a szokásos, valamit kitalálok, Dóri meg jön utána. Mi volt a legelső benyomásod a másikról? Ezt csak azért teszem fel, mert én konkrétan emlékszem, hogy mit mondtam neked legelőször. Akkor mondd. Hát én, ja, okay. Én azt mondtam neked legelőször, hogy jó illatod van. És azóta is büdös vagy. Tök érdekes, hogy pont legelőször meg tök más volt a benyomás. De nem ilyen nagyon jó öblítő illatod volt. Ez aranyos. Erre most nem emlékeztem. Mármint, de ez kedves, ez köszi. Ezt kösz. Nekem mondom azt, hogy amikor beszéltünk a garázsmedben, akkor annyi minden volt az, hogy úristen, te én vagyok konkrétan. Mert ezt ilyen ritkán hallani, hogy valaki egyszerre ennyi mindent mond magáról, ami pont ennyire stimmel. Meg így részleteztél is ilyen olyan dolgokat, hogy tudsz reagálni ilyen, meg olyan szituációkban, meg mit tudom én. Igen, és az volt a fura, hogy ugye neked ez fura, mert te nem ismertél egyáltalán engem, vagy hát amennyi videót megnéztél tőlem így abból. Igen. De hogy, ja, én a Dórit nagyon régóta néztem, szóval, hogy én ugye 2 éve videózom a Dóri, meg ilyen 30, és... Kávé. És... Én gimi alatt ugye egyetlen nem videóztam, és én akkor végig a Dóri videóit néztem, meg azon éltem, meg ilyenek. És tudtam, hogy hasonlítunk, csak ezt ugye te nem tudtad. Igen. Az, hogy rokon lelkek vagyunk. Így van. Ez most csak úgy random érdekel. Neked melyik a kedvenc gyors étteremed a háromból? Mármint a három főből, a KFC, McDonald's, Burger King, hogyha valamelyikben eszel, akkor melyikben? Jó, hát én egy különleges helyzetben vagyok, hogy nem eszem húst, szóval abból a szempont... Tehát, oké. Okay. Én nekem a kedvenc... Ezt mindig elfelejtem, de konkrétan. Igen. Nekem a kedvenc gyorséttermi kombóm az a sült krumpli majonézzel. Ezt egyszerűen imádom. És általában csak azt szoktam enni, mert... Oké, a Mekiben van az a halburger, de az konkrétan a legunalmasabb burger a világon. Nagyon sok. Olyat olvastam, hogy minden gyorsétteremben, ami halas, az ilyen kb. 1000 éve lefogyasztottból készül, mert senki nem kér olyat. Hát meg konkrétan az olyan, mint az a... Tudod, a harugacskák. Kb. Olyan. Viszont amúgy a Burger Kingben van egy tök jó vegaburger, de azért annyira nem fogott meg, hogy azt kérjem, ahelyett, hogy mondjuk egy jobb helyre kérjem, vagy egy mit tudom én. Szóval én inkább most csak a sült krumpli majonéz kombót értékelném, ami szerintem egyértelműen a Mekiben a legfinomabb. Szóval nekem a Meki sült krumpli az a best. De most a reptéren miért a Burger Kingben ettél? Mert ott nincs Meki. Nincs Meki a reptéren? Nincs. Viszont akkor már jobb a Burger King, mert a KFC-nek túl vastag a sült krumpliai. Igen. Meg a Burger King is sokkal jobban hasonlít a Mekihez. Igen. És neked? Amúgy ez érdekes kérdés, mert mindig annyira mást kívánok, szóval mindig meg tudnám mondani, hogy az adott helyzetben mit kíván, melyiket kívánom a legjobban, de nagyon... Tehát mondjuk, hogy az érdekes kérdés, hogyha egyben lehetnék innentől kezdve az életemben, akkor melyiket választanám, és akkor a Mekit választanám szerintem. De amúgy többször kívánom a Kiev, szóval na érdekes, nem tudok egyet mondani, de hogyha meg mégis kéne, akkor a Mekit mondom. Mit javasolnátok a 15 éves éneteknek?
De ez tök durva, mert te már akkor videóztál, nem? Mm-hmm. Vagy nem? Mm-hmm. Vagy 17 voltál? Akkor 17 voltál, nem? Majdnem 18. Aha. Két nappal a 18. volt. Szóval inkább a 18-et mondanám. Nem, nagy hülyeség volt, amit mondtam. Húha! 15. Nagyon bele kell gondolnom, hogy akkor mi volt. 15. Hát igen, nagyon kliséket tudok mondani. De én még azt sem, nem elfelejtettem, hogy milyen volt 15 évesnek lenni. Hát mondjuk, hogyha azt nézzük, ugye én a 15 évesen nyáron nagyon stresszeltem, mert akkor költöztünk fel Szombathelyre Budapestre. És nagyon féltem, hogy ugye én mindig egy ilyen központi ember voltam a baráti társaságokban, és amikor felköltöztünk Pestre, ugye itt egyáltalán nem voltak barátaim, szóval nekem volt egy ilyen nyár, hogy sokat voltam Szombathelyen akkor is, de hogy itt sokat voltam Pesten is, és hogy itt csak anyáikkal voltam, mert nyilván nem kezdődött el a gimi. Yeah. És akkor ott sokáig féltem, hogy mi van, ha a gimis osztályomban nem lesznek barátaim, vagy nem tudom, hogy nekem az az egy olyan pont, ahonnan szerezhetek barátokat, most így hirtelen. Ja, annyit, hogy ezen ne stresszeljek, mert jöttek barátaim elég. Fúj, ez olyan. Jöttek barátaim elég szépen, ez olyan, mint ilyen, ez ilyen undorító kicsit, de szóval, hogy lesznek barátaid, Andris, 15 éves Andris, ha nézed ezt, szóval, na. Én talán az, hogy nem kell minden egyes kis dologban magadat hasonlítanod másokhoz, mert mindenki, tehát hogy olyan dologban, hogy úristen, ki az, aki már csókolózott, ki az, akinek már volt barátja, ki az, aki már ezt csinálta, már azt csinálta, mert szerintem ilyen fiatalon annyira azt érzed, hogy úristen, kifutsz az időből mindenből, ők már csináltak, te pedig nem, és már, mit tudom én, 16 éves vagy, Jézusom, miközben így most visszanézve, annyira fiatalok voltunk mindannyian, szóval így... Igen, meg akkor még annyira hülye vagy, szóval igazából nem... Tehát én mondjuk már 15-16 évesen azt hittem, hogy nekem van egy kialakult ilyen személyiségem, és hogyha igen. A mostani fejemmel visszanézek oda, vagy visszagondolok oda, hogy akkor milyen voltam, akkor rohadtul nem volt. Igen. Szóval semmi nem egy verseny, és... Fölösleges ilyeneken stresszelni, mert még annyira sokat él az ember ezután. Very true. Mi a véleményetek a Szulejmáshoz? Az még mindig megy? Nem. Úgy igen, volt olyan kérdés is, emlékszem, nem tudom, hogy erről akarsz-e beszélni. De ilyen, hogy mind a ketten beszéltünk videóban már az ilyen evészavaros dolgainkról. És hogy azzal most hogy állunk, vagy hogy... Hogy vagyunk vele? Szeretnéd kezdeni? Minden kérdésnél, ezt így be tudom vágni, ahogy megkérdezed, hogy szeretnéd kezdeni? Hát én egyébként mostanában erről így szándékosan nem beszélek ilyen nagyon sokat, de hogy mostanában azért én eléggé odafigyeltem a kajálásomra, és én azt tudom mondani, hogy mondjuk a összehasonlítva az egy évvel ezelőtti helyzettel sokkal jobban vagyok. Szóval, hogy sokkal jobban érzem magam attól, hogy mondjuk tudom, hogy miket ehetek meg, tudom, hogy miket szeretnék bevinni a szervezetembe, és ezáltal nincs olyan sokszor, hogy nem tudom, elcsábulok valami felé. Mondjuk itt vagyunk ezen a nyaraláson, de hogy attól függetlenül, ezt már akkor is mondtam neked, hogy szeretnék kicsit azért odafigyelni itt is, hogy attól függetlenül, hogy a nyaraláson vagyunk, mégis tudom, hogy mi az, ami... És ilyen is ez úgy indult, hogy ugye nekem tök sokszor fáj a hasam dolgoktól. És most például, most ez pont szar példa, mert pont mondtam, hogy fájt a hasam két napig, mert az volt, hogy ettem olyan dolgokat, amiktől tudom, hogy fáj a hasam, és igen, és két napig így fájt, szóval igazából ha nagyon odafigyelek, és ilyen csirke, zöldség, rizs, blablabla, bla, akkor amúgy jól érzem magam így a testemben is, meg jól érzem magam attól, hogy odafigyelek, meg ez jól kialakítja szerintem azt, hogy így egy egészséges képem legyen magamról, meg a kajáról, meg ilyenek. Szóval, hogyha igazából ez most tök jó bebizonyosodott az elmúlt időszakban, hogyha így odafigyelek a kajára, akkor ez egy sokkal-sokkal jobb helyzet. A kajával kapcsolatban, igen. Szóval ja, én most így vagyok ezzel, te hogy vagy? Én is azt mondtam. Pont belekapcsolatban akartam valami. Már amúgy kérdeztek olyat, hogy nem vagy a féltékeny rám. Ó, nem. Örök vagyok, vagytok. Apa. Örök, hogy Dóra, van egy barátja. Végre. Végre, ennyi idő után. Na. Ideje volt. Mai napig hihetett, hogy hogy viselkedem. Most egy kicsit meg vagyok illetődve, mert pont így már te benne vagy a válaszomban, de az a lényeg, hogy amióta én együtt vagyok a Márkkal, nekem sokkal jobb lett, mert az ilyen étkezési zavar kapcsolat a kajával, stb.
Mert nem tudom, ugye, amikor még az elején voltunk, akkor így én így rettegtem, egy előtte úgy igazán enni, vagy nem tudom, csak én kicsit, és így nagyon rástresszeltem ezekre. Viszont azóta meg már pont, hogy így sokkal jobban el tudom engedni magam, és így, hogyha teszek is ilyen megjegyzéseket, hogy úristen, most mit, meg mennyit, meg hogy, akkor mindig van egy ilyen nyugtató, racionális hang, aki így lehoz a földre, hogy ezt már túl gondolom, túlzottan a fejemben van, stb. Szóval szerintem azóta így nem stresszelek rá, nem agyalok ezen annyit, mint előtte. Meg ha agyalok is, akkor van valaki, akinek el tudom mondani, aki általában, mindig pozitívan reagál erre. Általában pozitívan, de van, amikor úgy megüt, hogy alig tére készhetsz. De már kezdem baj, hogy benne marad a videóban, hogy néha megütöd a Dórit? Nem. Ja, jó. Nem szégyellik. Na jó, van, hagyd be. Jó étvágyat. De a Márknak miért kértél? Engem az is érdekel. Sima rizs, ugyanúgy rák és lazac keverék, edamami, mini paradicsom, avokádó és kukorica. Hú, de ez tök jó, hogy szereted az ilyen tengeri cuccokat. Mármint én így utálom. Nem, és hogy a Dóri ugye mindig mondja, hogy te így az ilyen basic dolgokat szereted inkább, de például szerintem a tengeri cuccok azok abszolút nem az. Azt szeretném. Meg mivel én csak halat eszem, ezért tök jó, hogy legalább azt tudjuk együtt enni. Aha. Főzünk meg ilyenek. Ha még az se lenne, akkor ez nagyon nehéz lenne egy közös háztartásban főzni. Ti is beszoktatok pisilni, ha nagyon nevettek. Dóri, melyik ételek ízlenek jobban, az olasz ízek, vagy a magyar ételek? Hát amúgy azt mondanám egyértelműen, hogy a magyar, mert ahhoz ilyen szentimentális kötődésem is van. De az a durva, hogy én soha nem voltam annyira ilyen magyar kaja fan, de például, ha meg külföldön vagyok, akkor én nagyon durva meg tudok kívánni magyar kajákat. Meg nyilván a magyar. Csalamádé, tejfölös dolgok, stb. Meg szerintem több opció van, szóval az olaszra kicsit így rá lehet tudni, hogy pizza tészta, ilyen pizza, olyan tészta, ilyen risotto, és kb. Ennyi, viszont a magyar aznak annyi féle kaja van. Amúgy nekem nem szólt ez a kérdés, de összességében én is a magyart választanám, attól függetlenül, hogy mennyire szeretem a tésztákat, de a magyaros kaják, az pont nekem olyan, hogy az így mindig egy ilyen jó opció. Mi az, ami a barátságotokat összetartja a leginkább? Szeretnéd te kezdeni? Én tudom, de azért jobban érdekel a véleményed. Hát én, de ez szerintem neked az összes barátoddal ez van. Igen. De az ilyen közös szakadások, meg röhögések. Én ez az, amit így nagyon-nagyon-nagyon imádok veled csinálni. És talán jó veled szoktam így leginkább ezt a nagyon intenzív, amikor valami vicces, aztán még valami vicces, nem tudom. De szerintem, mivel az összes barátoddal ez van, ezért nem vagyok különleges ebből a szempontból neked. Én amúgy nem ezt mondtam volna veled kapcsolatban, de ezt is. De hogy én azt szeretem, hogy szeretek vitatkozni is emberekkel ilyen vélemény megosztós dolgokon, de az is nagyon jó, amikor valakinek mindig azért ugyanaz a véleménye, mint nekem. Mm-hmm. És nekünk általában azért ugyanaz a véleményünk ilyen dolgokról, és én azt szeretem, amikor úgy tudunk beszélgetni, hogy így megosztok veled valamit, és te pontosan érzed, hogy én mit akarok azzal átadni, vagy hogy történt velem valami, és így te nagyon megérted azt, ami bennem van, az az érzés. Igen, hogy nem kell nagyon túlmagyarázni, hogy te mondasz valamit. Igen. Meg hogy tudom, hogy te nem úgy fogsz reagálni, mert például szerintem az rohadt idegesít, amikor vársz egy reakciót, és valami tök mást kapsz. Szóval, hogy van, amikor csak ahhoz van kedvem, hogy tényleg, hogy így mondd, hogy igen, átérzed, meg hogy elmondod, hogy veled is történt ilyen blablabla. Kicsit azt érzem, hogy mindig úgy reagálsz a dolgaimra, hogy én azt így szeretném, ahogy így benne, és ezért szoktam neked csomó mindent elmondani, mert tök jól esik, hogy így azt a reakciót kapom, amire vágyom. Neked azért elég sok mindenben egyetértünk szerintem, és ez tök jó. Jó érzés, hogy így tudod, hogy van egy közös alap, és akkor az, mert a közös alap más stimmel, utána nem kell minden kis dologban egyetérteni, de azért a közös alap az nagyon megvan szerintem. Igen, abszolút. Gyerekkori emlék közösen. Na, nekem most így nem teszem. Tegyetek fel egymásnak egy-egy vagy inkább kérdést. Oké. Okay. Jó, én tudom. Inkább most azonnal örökbe kéne fogadnod ebbe a lakásba 3 kutyát, és akkor velük együtt élni, meg gondozni őket, meg ilyenek. Vagy mindenképpen napi 3-szor végig kell mosnod ezt a 4 tükröt. És ez úgy, hogy reggel, délben, este. Mert hogy nem kell reggel, délben, este, de hogy 3-szor teljesen pontosan ezt a 4 tükröt le kell mosnod. Ez nagyon random. Hát... Ja, mert itt velünk szemben van 4 óriás tükör ilyen. De ilyen baromi nagy, tehát magasabb, mint mi. Hát egy falnyi
Tehát olyan, mint egy ilyen táncteremben, egy faltükör. Igen. És mi van akkor, ha nem vagyok otthon egész nap? Nincs olyan. Oldd meg. Szóval ezen túl nem mehetek el... Le is mosadhatod valakivel. Tehát, hogy mondhatod azt, hogy megkérsz valakit, csak háromszor ennek a tükörnek le kell mosva lenni. Mint a kutyákat is megkérheted, hogy... Hát... Szegény homofizó Márk, lehet, hogy... Júj, ne! A kutya az van, hogy én nagyon-nagyon szeretnék majd kutyát, viszont nyilván nem ebbe a lakásba, és nyilván nem a mostani életvitelemhez. És egyszerre szóval hármat. És egyszerre hármat, úgyhogy nekem még soha nem volt nemhogy kutyám, semmilyen állatom. Mm. Szóval muszáj lenne inkább a tükröset választanom. Ami macera lenne, de szerintem egy idő után már annyira belejönnék, hogy ilyen két perc alatt megcsinálnám már szerintem. És én szúrópróba szerűen jönnék Olaszországba ellenőrzni. Ez ilyen nap. Nem lehet. Civilben. Nem tudom, hogy te vagy. Hívják. Futárjámas. De tudod, ilyen gagyiban, hogy igazából teljesen látszik, hogy én vagyok. Inkább élne az összes barátod, aki fontos neked. A világ különböző pontjain külföldön. Aha. Viszont a párkapcsolatod az veled egy helyen, egy országban. Igen. Vagy minden barátod ugyanott élne, ahol te, viszont a párkapcsolatod... Te távkapcsolat. Igen. Fú, de érdekes kérdés. Köszönöm szépen. Jó, azt választom, hogy a párommal éljek egy városban, vagy egy országban, és a barátaim legyenek máshol, és akkor szerintem sűrűn látogatnánk őket. De bár az meg azért nem lenne nekem jó, mert én szeretek nagyon ilyen társaságokba járni, és akkor nem lehetne társaságba járni, csak azt lehetne, hogy egy emberhez mindig elutazom. Jó, én nem, inkább a páromélyén külföldön és a barátaim vele. Hmm. Mi volt életed legrosszabb döntése? Amire így úgy gondolsz vissza, hogy na, az tényleg rossz volt. Én erre őszintén lehet, hogy nem fogok tudni választani, mert hogy nem, nekem nem jut eszembe egy ilyen hatalmas, fatális hiba. Nyilván igen, van minden ilyen dominó effektus. Igen. Történt, amiatt történt az, amiatt ez. Nekem max olyan, ami miatt én nagyon lelkismert furdalásom. Na mi az? Ez még alsóban volt, és volt egy lány, aki ilyen nagyon kis aranyos volt, és nagyon ilyen kis kedves, de egy picit ilyen idegesítő tudott lenni, meg kicsit ilyen néha olyan lassabban, kicsit olyan lassabb volt így, ahogy ő reagált, és olyan nehéz volt, mindegy. És ő úgy volt, hogy elmegy a suliból jövőre. De amúgy így jóban voltunk, meg szerettem, de úgy volt, hogy elmegy a suliból jövőre. És akkor az a lényeg, hogy volt, hogy én el akartam sütni egy nagy társaságban valami viccet, vagy valami, és ő már tudta a viccet, de úgy is lelőtte az én viccemet, az én sztorimat. És azt mondtam neki, hogy örülök, hogy elmegy a suliból. És utána ezt, és ez ennyire megmaradt benne. Mert utána ezt elmondta az osztályfőnökökkel, akik félrehívtak engem, és ezt beszéltek velem. És volt egy tanár, aki a kedvenc tanárom volt, és ő is így láttam rajta, hogy így csalódott bennem. És én az egész miatt olyan lelkiismeret tudásom van. Ennyi. De szörnyű, hogy gyerekkorban ezek nagyon megmaradnak. Hát ezek nagyon. Én egyszer azt mondtam az oviban egy ottani óvodőre, hogy hülye Marika néni. Mm. De is nem az óvodőre mondtam, hanem ezt elmondtam egy ovis társamnak, így viccből, hogy hülye Marika néni. És az ovistársam egyből szaladt az Ildi nénihez elmondani, hogy én ezt mondtam, és az Ildi néni így berángatott a Marika néni csoportjába, hogy bocsánatot kell kérnem a Marika nénitől, és a Marika néni azt mondta erre, hogy nagyon csalódtam. És szóval nem is azt mondta, hogy semmi baj, vagy hogy jó, hogy bocsánatot kértem, hanem hogy nagyon csalódott, meg ilyenek. És ezek ezt, olyan traumatikusak. Meg én ezt a hülye Marika nénit nem úgy mondtam, hogy tényleg hülyének gondoltam, hanem csak mondtam. Nem. Ez ilyen tipikus ilyen. Mit tudom, hogy csinált valami, ami nem tetszett, és akkor hülye... Igen. Fú, ez nagyon rossz volt. De ez nem magamra haragszom emiatt, hanem ott mindenkire. Hát meg a gyerekre akarok. Igen, szabad elmondani. Úgyhogy még lehet beszélgetni. De én aztán letagadtam, azt mondtam, hogy nem mondtam ilyet, aztán meg elsírtam magam. És akkor ebből gondolom azt hitték, hogy tényleg mondtam. Szerintetek a másik milyen állat lenne? Ez vicces. Olyan meg kell nézni, hogy ez az állat az, amire gondolom. Jó, én tudom. Mond. Te egy rackajuh. Jaj, ahogy! De ez nem, ennek a vibe-a szerintem teljesen olyan, mint te. De én is ilyen flagman szoktam. Ez konkrétan te. Úristen! Talán egy zebra, mert az ilyen fun, funky, hogy azért így
kitűnik, menő néz ki, most pont olyan színekben vagy, mint a zebra. Meg szerintem ők így, most lehet a Madagaszkár miatt mondom főleg az, de hogy de ő ilyen egyből az jutott eszembe, amikor a zebrát mondtad. Mm. A madagaszkáros zebra. Igen. Igen. A Martin, őt úgy hívják. Rá a Márti. Márti. Mm-hmm. Melmen a zsiráf, és Gloria a fiziló. A fiziló. És Alex az oroszlán. Igen, ez nem jutott volna eszembe. Nekem a Gloria volt a kedvencem. Mm. De szerintem azért volt a Gloria a kedvencem, mert a Liptői Claudia volt a magyar hangja, és én őt amúgy is nagyon szeretem, és szerintem nagyon viccesen szinkronizálta a Glóriát. Mm-hmm. Azt a valaki meg azt kérdezte, hogy ha egy állat lenni, akkor minek tudod elképzelni magad? Mm. Te mit mondnál magadra? Mm. Valami madár, ami beszél, mondjuk papagáj, mert az beszél is, megrepülni is tud, és akkor így könnyen el lehet jutni abba. Én delfin. Jó, akkor ezzel a spirituális kérdéssel zárjuk ezt a videót. Jól érezted magad? Én nagyon köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Én köszönöm, hogy itt lehettem a lakásodban. Igen, és ez volt a római utunk első napja. Úgyhogy, mert tegnap érkeztünk, de ma van az első igazi nap. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, hogy megnéztétek ezt a videót, és iratkozzatok fel, hogyha tetszett nektek. És köszönöm szépen, Dóri, hogy itt voltál. Sziasztok! Köszi!